A megszokott erdei környezettől eltérően ezúttal Kaposvár lakótelepein rendezett tájfutó versenyt a Sporták Megyei Szövetsége. A viadal több mint 100 sportembert mozgatott meg, és 17 kategóriában hirdettek győztest. A résztvevők azt mondták, nem volt nehéz a dolguk, könnyedén megtalálták a célt. Elkészült a legújabb kaposvári tájfutótérkép, így a megyei szövetség megszervezhette újabb látványos versenyét ezúttal a lakótelepen. Igyekszünk most az utóbbi években Kaposvárnak minden tájfutásra alkalmas területét föltérképezni, tavaly a belvárosról készült egy térkép, most a lakótelep, ez a az északnyugati lakótelep, és hát meg igyekszünk még a többi részt is, ahol lehet tájfutni az évek folyamán erre alkalmassá tenni. A viadalon több mint 100-an vettek részt, és a rendezők abban bíztak, hogy látva a tájfutókat, a lakótelepen élők közül is sokan kedvet kapnak majd a mozgáshoz. Talán abból könnyebb, hogy a házak azért nagyon nagy támpontot adnak, könnyebb, amivel tájékozódni. Nincs akkor a szintkülönbség, és talán elveszni sem lehet annyira, mint a nagy erdőben. Könnyű volt és jó volt. A nyílt rövidtávú megyei bajnokságon a különböző kategóriákban eltérő távok vártak a résztvevőkre. Az indulók bejárhatták a Kinizsi lakótelepet, a Pipacs és a Búzavirág utcát és a Toldi lakótelep egyes részeit is. Itt voltak a házak, könnyebben lehet tájékozódni, meg most a térképpel is jobban el tudtam igazodni. A szervezők 17 kategóriában hirdettek győztest, és Kaposvára, Tasszára, Nagykanizsára, Szentendrére és Egerbe is került első helyezés. A tájfutás kedvelői az előttünk álló hetekben, hónapokban újabb versenyeken hódolhatnak majd szenvedélyüknek.